A vízügyi szakemberek szerint reális esély van arra, hogy 5-10 éven belül ivóvíz nélkül marad az északbácskai körzet. A hiányokat elsősorban a szőlők és gyümölcsösök minden ellenőrzés nélküli öntözésében látják. A letni meseci ma svi na teritoriji grada Subotice i okolnih prigradskih naselja koriste vodu i za zalivanje svojih bašta, koriste intenzivnije vodu za svoje lične potrebe. Dodatno tu izdan opterećujemo sa vodom za zalivanje voćnjaka i vinograda. To nije u redu. Szabadkán vannak olyan városrészek, ahol a polgárok már ma szembesülnek a vízhiánnyal. A Pestcsara helyi közösségben a nyáron több vízszivattyú motorja is leégett, mivel nem tudta felszívni az egyre mélyebb rétegekbe lehúzódó vizet. Életünket veszélyeztettük, hogy lehozzuk ilyen mélyre a hidrofort, a pumpát, a szivattyút. 2-3 évvel levittük a mélységet, a pumpát levittük 4,5 méterre, 4,5 méterről eddig bírta pár évig, és most már még a 4,5 méterről mélyen van lent a pumpa, és akkor se hozza fel a talajvizet. A kelebiai gyümölcstermelők tisztában vannak vele, hogy a mélykútból való öntözéssel veszélyeztetik a városi ivóvízkészletet. Azonban azt mondják, valamiből nekik is élni kell. A szakemberek szerint a megoldást a technikai vizek idevezetése, illetve az Északbácskát ellátó regionális vízvezetékrendszer kiépítése jelenteni.